Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt héten szombaton egy régen várt pillanatnak lehettünk tanúi, megnyitotta kapuit a Gorzium Régészeti Park. A következő napokban pedig megünnepeltük a Múzeumi Világnapot. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat volt számunkra. Annál is inkább, mert hogy hiányzott azért, tegyük hozzá, az idén elmaradt a Florália, és hát vártuk már, hogy betekintést nyerhessünk a munkálatokba. Erről fogunk beszélgetni, vendégem Kovács Loránd Olivér, a Gorzium Régészeti Park igazgatója. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz. 2019. április 1-jét írtunk, és nem volt áprilisi tréfa, hogy új kinevezett vezetőt köszönthettünk téged. Örülök, hogy itt vagy velünk, és örülök, hogy elfogadtad ezt a nagyon komoly és nagyon fontos felelősségteljes posztot. Nekünk ez fontos volt. Ugye a történethez hozzátartozik, hogy az évezred elején 2002-től 6 esztendőn át már dolgoztál a Szent István Király Múzeumban, és aztán nagyon komoly budapesti út következett, 12-11 esztendő, tehát több mint egy évtized. Régészeti örökségvédelemmel foglalkoztál. Mi vitt el téged? Hiszen ezt tudjuk, hogy egy szakembernek mindig kihívás egy következő lépcső. Igen, hát igazából ez egy összetett dolog. Több kisebb részből állt ez össze, ami miatt én annó úgy döntöttem. Hát most talán szerintem a nézőket leginkább a tényleg az örökségvédelmi rész érdekelheti, ami egyébként egy nagyon fontos tapasztalat is volt az életemben. Magyarországon gyakorlatilag amióta a Európai Unió része lettünk, illetve hát a különböző kormányzatok, amióta felismerték, hogy útépítésekkel, ipari parkok létesítésével lehet előrébb lépni, tehát magyarán, hogy az egész ország tudjon egyenletesen fejlődni. Ez egy másik eredménnyel is járt. Nagyon sok régészeti lelőhely, hát csúnya szóval élve, útba lett. Ami most ezt nem úgy kell érteni, hogy a szerencsétlen lelőhely rossz helyen van. Viszont ahhoz, hogy az építkezések, illetve a különböző beruházások tudjanak haladni, ezeket a lelőhelyekre, hogy ezek valamilyen módon megmeneküljenek, megoldásokat kellett találni. Ez a klasszikus formáját azt talán mindenki ismeri, amikor felvonulnak a régészek, és akkor hosszú kilométereken keresztül, mondjuk egy autópálya területén, az autópálya két széle között mindent feltárnak. De ez egyébként a módszerek közül csak az egyik, és az örökségvédelemnek nem is ez feltétlenül a legfontosabb célja. Az örökségvédelemnek igazából az a célja, hogy valamilyen módon megmeneküljön az a adott kulturális örökségünk részét képező elem. Ezt lehet más módon is, tehát például úgy is lehet, hogyha a tervezők idejekorán kapnak információt az adott régészeti lelőhelyről, vagy bármilyen egyéb örökségi elemről, és az út az nemes egyszerűséggel elmegy fölötte. Tehát, hogy annyi plusz föld van rajta, hogy az ott bántatlanul bent tud maradni a földben. Tehát azért mondom, hogy ez egy elég összetett dolog, és hát igazából egy érdekes feladat is, mert minden egyes eset más és más. Persze megvannak a jogszabályi keretek, meg hogy min belül lehet mozogni, de hát nincsen két teljesen megegyező régészeti lelőhely, hiába beszélek arról, hogy ez is római, az is római, vagy ez is, nem tudom én, középkori, az is középkori. Mindegyiknél más a talaj, más dolgot tudnak kivitelezni már a tervezői fázisban is, aztán meg utána a kivitelezés közben is adódhatnak különböző dolgok. Tehát egy ilyen munkát lekövetni gyakorlatilag a tervezési fázistól majdnem, hogy az út átadásáig, mert körülbelül ott ér véget ez a típusú örökségvédelem. Hát azt gondolom, hogy az egy jó tapasztalat, és azt nem állítom, hogy feltétlenül mindenkinek való, de sok kollégának, tehát régész kollégáknak is, meg az örökségvédelemben, tehát kulturális szférában dolgozó kollégáknak javasolnám, hogy próbálják ki, mert egészen más szempontok tudnak előkerülni, és hát igen, a beruházó az nem ellenség, csak neki is van egy feladata, nyilván, amit szeretne ellátni. Tehát ez egy kellően fajsúlyos történet mindenféle értelemben. Igen. Hol tart Magyarország ebből a szempontból? Magyarországon, hál' Istennek, még mindig elég erős az örökségvédelem, annak ellenére, hogy tudom, hogy mindenféle hírek jelennek meg, és hát a jogszabályok azok folyamatosan változnak a adott szituációknak megfelelően,
De ha európai szinten nézzük, Magyarország még mindig elég jelentős figyelmet és összegeket fordít az örökségünk megmentésére. Úgyhogy igazából azt nem mondhatom, hogy rosszul állunk. Vannak bizonyos elemek, amik persze nem az örökségvédelemnek a dolgai az elsődlegesek, de ez tényleg egy egyensúlyi játék. Tehát a beruházásnak is meg kell lennie, mert konkrétan a mai emberek abból élnek, illetve hát az örökségünket is meg kell menteni, mert csak mondjuk nagyon egyszerűen egy pillanatra átkanyarodva Gorziumra, ha nem mentjük meg, nincs mit megmutatni, akkor viszont nem lesz turista, és még így sorolhatnám. Tehát ez egy szép dominó, és minden egyes eleme nagyon lényeges. Szakmai szempontból sikeres volt ez az évtized számodra? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy azok az esetek, amikhez nekem közöm volt, ott azt gondolom, hogy a különböző örökségi elemeket, különböző módszerekkel, de mindegyiket sikerült megmenteni. Tehát és hát igazából ez a siker mércéje, és hát nem utolsó sorban persze a beruházások is elkészültek. Tehát nem úgy sikerült megmenteni, hogy közben meg a mai embereknek nem jutott semmi. Mi hozott vissza azon túl, hogy egyszer azt nyilatkoztad, hogy a Gorzium számodra örök szerelem? Ez így van. Azt gondolom egyébként, hogy ez az elsődleges szempont ebben. A másik az pedig, én őszintén megmondom, hogy az tulajdonképpen két beszélgetés volt. Az egyik a jelenlegi múzeumigazgató úrral zajlott, Pokrovenszky Krisztiánnal, a másik az pedig a polgármester úrral, Cserpalkovics Andrással. És mindkettőjüknél azt láttam, hogy ők nagyjából ugyanabban hisznek, vagy ugyanabban az irányba gondolkoznak, mint én, hogy az ilyen helyszíneknek, mint Gorzium, vagy most ezt általában érthetjük múzeumra, régészeti parkra, egyetlen egy esélye van a jövő szempontjából, hogyha előrefelé megy, és igyekszik minél több emberhez eljutni, és folyamatosan, még ha csak picike, apró újdonságot is, de valami újabb arcát megmutatni, ami miatt az emberek kíváncsiak rá, és visszajönnek újra és újra. Tehát nem az történik, hogy ó, én egyszer már láttam, nincs miért oda menni megint. Tehát az ókori látnivaló 21. századi infrastruktúrával és gondolatvilággal megmutatva. Hogy fogtál hozzá a munkához? Ugye említetted, hogy a múzeum természetesen Pokrovenszky Krisztiánnal az élen veled volt, és tudjuk, hogy Cserpalkovics András is elkötelezett a Gorzium fejlesztése ügyében, a várossal együtt, viszont a szakmai irányításnak kell egy alapelve, ahogy te munkához fogtál. Melyek voltak ezek az alapok? Igen, ebben azért az, hál' Istennek szerencsém volt, mert maga a park, ez azon helyszínek egyike, a Gorzium, ami szándékosan az elejétől fogva kifejezetten régészeti park céljára készült. Igaz, hogy akkor még szabadtéri múzeumnak hívták, de az, hogy közben a megnevezések változtak, maga a fogalom az ugyanaz maradt. És a különböző fő alapelveket, azt még annó az 50-es, 60-as években, hál' Istennek mai napig érvényes módon Fitz Jenő és a vele együtt dolgozók lefektették. Elsőre, tehát nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni, például az, hogy ahol az ókor jelenik meg, ott lehetőleg tényleg csak ókori ízlésű, ókori kinézetű dolgok legyenek, ezt egészen még értve a növényzetre is, ami hát konkrétan egy észak-mediterrán tájat próbál hozni. A másik dolog, ami hát ugyebár az eltelt évtizedek miatt muszáj volt elfoglalkozni, hogy fel kellett mérni egyszerűen, hogy mintegy 6 hektárnyi romkert az mégis milyen állapotban van. Tehát magyarán hova lehet beengedni látogatókat, mi a legsürgősebb, hogyan lehet őket irányítani, úgy, hogy a közben jóval szigorúbbá vált balesetvédelmi és egyéb tehát múzeumlátogatáshoz kapcsolódó szabályokat betartsuk, persze anélkül, hogy a látogatót akadályoznánk, tehát hogy ez akkor működik jól, hogyha nem veszi észre a látogató, hogy ő valamilyen irányba terelve van, vagy onnan elterelve van. És hát ennek a következő pillére az természetesen a tervásatások anyagának az újból elővétele, hát ugyebár ez a több mint 2 millió tárgy, ami található a gorziumi ásatásokból, amiket egyébként Gorziumban őrzünk, tehát hogy ott van a választék, tehát magyarán kéznél van bármikor egy kiállítási alapanyag.
Az ehhez tartozó dokumentáció, ez értelemszerűen az akkori kor technológiájával készült, magyarán papíralapon. Viszont egy 50 évnyi dokumentáció, ezt úgy kell elképzelni, hogy bár most a nézők nem feltétlenül látják, de mintha ez a teljes stúdió faltól falig, a padlótól a plafonig be lenne polcozva, és mindenhol papírok vannak. Tehát ez egy hatalmas mennyiség. Ez úgy kezelhető, hogyha ennek elkészítjük a digitális verzióját. Magyarán egy számítógépen a park bármelyik pontjára rákattintok, és ott az összes adat megjelenik, beleértve még a tárgyakat is, és abból lehet dolgozni. Hát... Tehát elkerülhetetlen tematizálni szép sorban az eddigi régészeti kutatások eredményeit, mert ugye áldott emlékű Fitz professzor is tette, amit tett a saját korának megfelelően, de azért más kívás. Igen, tenném hozzá, hogy ő azon kevés emberek egyike volt, aki, hát ő gyakorlatilag ugyebár 2006-ig, azt hiszem az volt az utolsó év, hogy ő még személyesen, ha nem is mint kinevezett vezető, de a valóságban mint vezető ott volt velünk. Tehát ő az utolsó években rendesen számítógépet használva és a korszerű ásatási technikákat és felvételezési módszereket használta. Tehát, hogy, és ez nem is tudom, hogy hangsúlyozzam jobban, tehát én nem ismerek abból a generációból más ilyen embert, aki képes lett volna ennyi idősen egy ekkora ugrást megtenni, és úgy, hogy ő ezt jól használta. Tehát, hogy azok az adatok a mai napig érvényes, használható adatok. Számos tanulsággal szolgált nyilván az eltelt egy esztendő. Melyek voltak az alapvetések, amikor neki láttál a munkának? Tehát ugye erről beszéltünk, hogy a digitalizáció fejlesztése mindenféle értelemben és módon, megnézni azt, hogy mi van, mit lehet továbbfejleszteni, tényleg mit lehetett, mihez kellett elsődlegesen hozzányúlni, ami bizonyosan a javára szolgált a régészeti parknak. Hát a nagy igazság az, hogy az eredeti emlékek karbantartása, tehát az derült ki gyakorlatilag ilyen szinte azonnal, hogy azt nem lehet halasztani, tehát annak neki kellett állni. A helyre kellett állítani látogatói útvonalakat, amik így a évtizedek folyamán így úgy elfelejtődtek. Most ebben nem feltételezek szándékosságot, csak hogyha olyan valakik kezelik, mert sajnos például a karbantartó kollégák között elég nagy volt a fluktuáció a parkot, akik nem tudják, hogy melyik ponton miért van egy látogatói útvonal, miért van ott az a három darab kő, stb., akkor azokat úgy a természet visszanyeri magának. Na most ezek a munkák egyébként, a karbantartások azok elkezdődtek, a látogatói útvonalak helyreállítása az már meg is fejeződött, tehát hogy ott gyakorlatilag pont idén tavasszal tulajdonképpen az összes útvonal újra bejárhatóvá vált. És hát menet közben azért kiderültek nem várt elemek is, ami ez talán már a tavalyi Florálián feltűnt a látogatóknak, hogy a színháznak a nézőterén elkezdődött a padoknak a cseréje. Az csak az első lépés volt, azt tulajdonképpen az alépítményre tudtuk leültetni tavaly a látogatókat. Ez muszáj, hogy folytatódjon, hiszen az a színház az egyik fő rendezvény eleme igazából a parknak, még akkor is, hogyha az nem egy eredeti ókori színház, ezt szokták keverni az emberek, de nem. Az arányai tökéletesek, tehát ezt nem véletlenül a tanár úr ebben a méretben és helyen képzelte el, de ettől ez még egy új színház, viszont az összes rendezvényünk egyik legfőbb kelléke maga a színház és a színháztér. Melyek voltak a legfontosabb infrastruktúrális beruházások fejlesztési projekt keretében? Ugye a látogatóközpont az felépült, azt tudjuk, de ezen felül is nagyon sok minden újdonság várt a látogatókra. Igen, hát gyakorlatilag ennek az EU-s pályázatnak a fő lényege az volt, hogy az infrastruktúra utolérje a park méretét. Tehát a 2000-es évekre elértünk odáig, hogy a park az egyszerűen jóval nagyobb volt, mint a benne a látogatók számára szükséges infrastruktúra. Tehát most az egy más kérdés, hogy persze el is öregedett a korábbi infrastruktúra, de egyszerűen nem tudta lekövetni a park méretét. Az egyik természetesen a látogatóközpont, ennek van egy nagyon fontos, illetve kettő fontos eleme a beléptetésen túl. Az egyik az állandó kiállítás, amit talán még a
emlékeznek a nézők, régebben az úgynevezett Zicsi pincébe volt berendezve. Annak sajnos a szigetelése tönkre ment, tehát azt még a 2000-es évek elején muszáj volt lebontani, hogy egyszer megmaradjanak a tárgyak. Most viszont az új látogatóközpontban van egy állandó kiállításnak egy helyszín, egy korszerű múzeumi helyszín, illetve ehhez még, hát az túlzás így mondani, hogy ajándékként, de hál' Istennek belefért a projektbe, hogy legyen egy időszaki kiállítóterem is, ahol nagy léptékű kiállításokat lehet fogadni. Ez azt hiszem talán mindenki emlékszik például a Pompei kiállításra, mert azért az egy akár nemzetközi szinten is említésre méltó szintű kiállítás volt. Ezekhez az infrastruktúrákhoz kapcsolódik még kettő üvegvédő épület a Rommezőn. Ebből az egyik az korábban is létezett, viszont annak az állapota is már nagyon rossz volt, amiben a falfestményeket lehet megtekinteni. Talán úgy, hogy Ókeresztény Bazilika úgy ismerős a nézők számára, tehát annak az épületnek a területén, csak ez nem a bazilikának a falfestménye, hanem egy korábbi római kori lakóházé, ami a bazilika alatt helyezkedett el. A másik védőépület az igazából részben védőépület, részben egy kísérlet, ami remélhetőleg majd beválik egy újabb rendezvénytér létrehozására bent a Rom területen, tehát hogy a látogató, illetve a rendezvényen résztvevő vendég, hogyha kinéz az épületből, akkor azt az életérzést is megkapja, anélkül, hogy hát már bocsánat, de a romok tönkre mennének. Világos. Ez az úgynevezett lakomaterem, illetve annak az eredeti pincéje, ami alatta található, ahol most egy kiállítás látható. És hát az utolsó elem, az hát sajnos az egy kicsit kényszer szülte elem lett, az az egykori bázis épülete volt Gorziumnak, ahol tulajdonképpen a régészeti raktárak helyezkedtek el. Ezt úgy tudta a projektbe vonni, hogy a bázis épületnek egy jelentős részét, amíg ez a támogatás tart, meg a fenntartási időszaka van, azt meg kell nyitni a látogatóink számára. Ez a műtárgyak szempontjából nem feltétlenül előnyös, én tudom, hogy a látogatók szeretik, viszont hosszabb távon egyrészt az épület az ott marad, mint használható épület számunkra. Másrészt azért a látogatóknak is lett belőle hosszú távú látványosság, hogy úgy mondjam. Ez pedig az a két elem, az egyik a látványraktár, ami a Zicsi pince, tehát a már korábban említett pince felőli végén van. A másik pedig hát az is inkább egy ilyen életérzést ad, a római udvar, tehát magyarán a belső udvara ennek az épületnek, ahol Pompeiben előkerült eredeti kerti kőbútorok másolatára lehet leülni, van kis vizes csobogó is. Tehát igazából azt is inkább az emberek érzéseit próbálja megragadni. Tehát ez a római millió. Igen, az egész parknak van egy ilyen funkciója, hogyha valaki visszajön, tehát eljön hozzánk, én csak remélem, hogy visszajön mindig. Akkor az vissza is. Akkor igen, szó szerint, hogy kicsit úgy érezze, mintha egy időutazásba is részt venne, tehát mintha az ókorba járna. Ugyanakkor a fenntartható fejlődés záloga mindenképpen a fiatalok megnyerése a régészeti parknak. Ehhez pedig olyan programkínálatot kell kidolgozni, amely ezt biztosítja, lehetővé teszi. Ebben a kérdéskörben hogy álltok? Hiszen a tervek megvannak, azt tudom. Igen, itt lett is előre lépés, megkaptuk az álláshelyet az állandó fix múzeumpedagógus számára, tehát Gorziumnak van saját múzeumpedagógusa. El is készítette igazából a különböző korosztályoknak, illetve hát különböző körülmények közül érkező ifjúságnak a programokat. Hát most a járványügy miatt ezt nem sikerült beüzemelni, de kész van. Tehát igazából úgymond a startpisztoly eldőrenésére vár. És hát ez a másik szempontból is egy megoldás, tehát ez nem csak idézőbetéve csak az ifjúság számára, hanem hogyha van kint folyamatosan ezzel foglalkozó emberünk, akkor ha valaki
csak úgy beesik, mint egy család, és éppen nincsen egy foglalkozás, akkor tud azonnal akár egy tárlatvezetést kérni, vagy egy családra szabott foglalkozást kérni saját magának. És hát ez a felszerelés is megvan, ezt még egy volt kolléganő segítségével sikerült 2009-ben beszereznünk, tehát hogy úgy mondjam, van egy teljes római ruha kollekciónk, felnőtt és gyermek méretben, olyan edénymásolatok, amik tényleg a megszólalásig olyanok, mint az eredetiek, tehát pontosan ugyanazt az élményt adja, viszont a látogató a kezébe foghatja, használhatja, kipróbálhatja. Tehát tulajdonképpen ez az összes lépés megtörtént ez ügyben. Hát ez lenne igazából a, hogy is mondjam, a hétköznapi normál ügymenet, hogy egy ilyen legyen régészeti parkokban, múzeumokban, és hát ennek sikerült megteremteni az alapjait, és reméltek hamarosan be is tudjuk üzemelni. Tehát ez a látogatók javát szolgálja, viszont nagyon fontos, hogy olyan szintű szakmai munka folyik, ami a jövőt biztosítja. Ennek hogy lehetett nekiállni, hiszen ez nem egy pillanat, hanem nyilván ez is egy folyamat. Igen, hát ez több szálon zajlik. Egyrészt tehát a felújítása az önmagában szerencsés dolog, hogy történt. A gyűjtemény szempontjából ez egy kétszeri költözést jelentett. Ezt most már nagyjából a végén vagyunk annak, hogy minden a valóban a helyén legyen. Tehát magyarán, ha valaki azt mondja, hogy ebből az épületből, abból a sarokból milyen tárgyak kerültek elő, akkor oda sétálunk a megfelelő polchoz, és pont azt vesszük le. Ez az egyik iránya, hát ez nem a legélvezetesebb része a régészeti munkáknak, de ez egy alapfeltétel ahhoz, hogy ez megtörténjen. A másik irány, ez amiről már említést tettem, a dokumentációknak a digitalizálása. Ez is viszonylag jól áll, illetve úgy mondanám, hogy az a része jól áll, ami már ahhoz kell, hogy ebből valamit érzékelhessenek is a látogatók, tehát ne csak azt lássák, hogy a adott múzeológus vagy kolléga ott ül és körmöl valamit naphosszat, és ki tudja, mi lesz abból. Egy dologról mindenképpen kell, hogy beszéljünk még, a negyedik századi útszakaszról, hiszen bár mi itt a híradóban beszámoltunk már róla, de azt hiszem, hogy ez kellően fontos, hogy itt is egy kicsit bővebben essék szó róla. Igen, ez egy olyan útszakasz, ami gyakorlatilag a legutolsó tárvásatási évadban, 2005-ben került feltárásra. Tulajdonképpen azóta várta a sorsát, mert ez 2006-ban folytatódott volna az ásatás, csak akkor az akkori infrastruktúrális állapotok miatt ezt már nem lehetett vállalni. És hát maga az út az így tulajdonképpen ásatási állapotban ott maradt. Most tavasszal volt rá módunk, hogy az útba beásott avarkori temetkezéseket azt visszatöltsük homokkal. Itt most kérdezhetik, hogy miért pont homokkal, ennek egy nagyon egyszerű oka van. Az a színe miatt, meg az összetétet, a finomsága miatt egyértelműen el lehet különíteni, hogy ez már egy feltárt terület, és közben védi az alatta lévő nem feltárt részeket is. És hát így gyakorlatilag erre a homokra ugyanolyan szemcseméretű, tulajdonképpen sódert szórva, mint amilyenből a római út is van. Tulajdonképpen elkészült az úgymond helyreállítás, ami hát hivatalosan igazából kvázi most fejeződött be sajnos csak a 2005 évi ásatás, így viszont vissza lehetett adni a látogatók számára is ezt a területet. Ez azért lényeges, ugyanis ez mivel le volt zárva, a látogatók, hogy bejussanak a romkert közepére, például a díszkutakhoz, amit érthetően nagyon kedvelnek a látogatóink is, kellett egy jó 200 méteres kört tegyenek, mert szabályosan csak arra tudtak bejutni. Milyen? Így viszont egyenesen be tudnak sétálni, és hát ők maguk dönthetnek arról, hogy mégis melyik részét szeretnék megnézni a területnek. Nos, hát ugye megnyitott a régészeti park. Az első időszakban nyilvánvaló, hogy nagyon kell figyelni, tehát korántsem lehet végtelen számú látogatót fogadni. Milyen tapasztalatok vannak eddig, hiszen most ez még ugye csak néhány nap telt el azóta. Igen, ez valóban nagyon friss, de egyelőre úgy tűnik, hogy hát a nyitás meghirdetésekor igyekeztünk arra fektetni a hangsúlyt, hogy inkább családok kapjanak kedvet, illetve hát, hogy egy picit
nem tudom, hogy ez jó fordítása magyarul, ez a lassú turizmus irányába mozduljunk el, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nagyon lassan kell végigmenni, hanem az, hogy egész nap folyamatosan mindig jönnek látogatók, és nem egyszerre nagyon nagy tömeg érkezik be. És hát ez úgy néz ki, hogy ez bevált, tehát tényleg főleg családok érkeztek, és maga a beléptetés, meg az összes helyszínünknek a megtekintése, gyakorlatilag senkinek nem kellett várni el szinte egy percet sem, szépen gördülékenyen tudott menni, és igazából eddig hál' Istennek, és remélem így is marad, reklamáció sem érkezett, úgyhogy talán a látogatóink is jól érzik magukat. Bizakodó vagyok én is, hát a Floráliát már nem tudjuk visszahozni, de augusztus 15-ig, illetve 15-e után én bízom benne, hogy azért megint meg lehet tartani azokat az ünnepeket, amelyek még várnak ránk. Igen, hát az eredeti rendezvény naptárunk az még létezik, ezt hát meglátjuk, hogy akkor milyen szabályok lesznek, és milyen lehetőségeink. Hát jó munkát és kitartást kívánok, én azt hiszem, hogy lesz dolgotok bőven, és azt hiszem, hogy ezeket a terveket, ha megvalósítjuk, akkor a pandémia után azt hiszem mindenki örömmel veszi birtokba a Gorziumot, hiszen nekünk az nagyon-nagyon fontos, ahogy eddig is, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm, és nagyon remélem, hogy mindenki élvezni fogja a gorziumi tartózkodását. Köszönjük szépet. Én is bízom benne, kedves nézőink, önök se feledjék, ha tehetik, akkor látogassanak el a Gorziumba, hiszen remek élményt nyújt most is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.